Rengetegen csapnak le az állami ingyenpénzre, az elektromos autók megvásárlását támogató pályázat 2018 nyarán lezárt első részében a 2,3 milliárd forintos keret terhére mintegy 1600 autóra érkezett támogatási kérelem. Az első ütemben leadott eredményes pályázatokra utófinanszírozási konstrukcióban kapják meg a támogatási összeget a pályázók. A tárca annak érdekében, hogy minél többen vásárolhassák meg a környezetkímélő gépjárműveket, az elszámolás benyújtásának végső határidejét 2019. június 30-ára hosszabbította meg. Itt vagyunk Szekszárdon a Sportközpont parkolójában. Ehhez az e-töltőállomáshoz most autóval nem lehet bejönni, hát gyalog be lehet, ha valaki felkapja az autóját, akkor van esélye tölteni az elektromos autóját. No, ezen kívül azonban Szekszárdon, még másik két helyen is, az egykori megyei tanácsként ismert épület sarkán lehet még elektromos autót tölteni, illetve a piactéren, hogyha valaki ismeretes a városban, akkor ezeket a helyeket tudja. Arról nincs adatunk, hogy Szekszárdon hány elektromos autó szaladgál a városban. Sajnos annyit tudunk, hogy az elektromos autók vásárlását célzó pályázattal országosan 2018 nyarától mintegy 2000 autót vásároltak. Ennek körülbelül az utófinanszírozás által már úgy 1000 autónak ki is fizették a pályázati összegét. A pályázat célja, hogy a minisztérium hozzájáruljon a környezetkímélő járművek elterjedéséhez Magyarországon. Az új pályázati rendszerben 1,5 millió forintig előre kifizetik a megnyert összeget, ezzel is segítve a mielőbbi autóvásárlásokat. A régióban, hazánkban értékesítik a legtöbb elektromos járművet. Emellett folyamatosan épül ki az elektromos autózás térnyerését támogató infrastruktúra is. Tavaly év végéig 23 önkormányzat 50 töltőt létesített.